Az U20-as világbajnokság góltermelése után mindenképpen külföldre akart szerződni a győri Mervó Bence, aki végül az MTK-n át a svájci élvonalbeli FC Sion gárdájához írt alá 4 évre, a transferablak zárása után így téltől vethető be Vancák Vilmos csapatában. Hát Bencét kérdezzük már is a környezetváltozásról, az új csapatról. Itt van velünk, ha minden igaz. Szia, jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Bence, hogy érzed magad? Ugye egy francia kanton, egy főváros, Európa egyik legrégibb települése. Szóval hogyan érzed magad Sionban? Első benyomások? Nagyon jól fogadtak a társak, a edző, az elnök is, és tényleg egy olyan csapathoz sikerült szerződnöm, ami Európa ligás, és sokra képes, és nagyon jó játékosok alkotják, és itt igazán csak a focira kell koncentrálnom. Mit tudtak rólad? Néztek a videóimat a világbajnokságról a meccseken, ami volt, és mondták, hogy jobb benyomás jutott a elnöknek, az edzőnek is, és mindenféleképpen akartak igazolni. Segítette neked, mik az első benyomásaid arról, hogy hát egy magyar labdarúgó, és hát a magyar labdarúgóknak a referenciája nem mindig, a manapság nem mindig olyan ismertek, de hát ugye ott van egy Vancák Vili, aki azért egy elég régóta ott lévő komoly név. Igen, a Vilit nagyon tisztelik, itt volt is több éven keresztül csapatkapitány, és nagyon tényleg ő az a játékos, akinek a legnagyobb szava van a csapatban, még így is, hogy most nem ő a csapatkapitány, és Vili nagyon sokat segít nekem, amióta itt vagyok, és nagyon sokat számíthatok is rá, mert egy olyan rendkívül jó ember, aki segítőkész, mind a pályán kívül is. Ezek szerint akkor a Sionnál jó a magyarok hírneve, talán még olyanok is vannak, akik Vince Ottóra emlékeznek? Így van, az elnöknek nagyon jó kapcsolatom én mai napig a Vince Ottóval. A szerződés előtt odaadt nekem a telefont az elnök úr, és mondta, hogy beszélj kicsit az Ottóval, mit gondol ő a Sionról. És egy órán keresztül beszélgettünk telefonon, és meggyőzött igazából. Másik pillanatoktól kezdve meggyőzött a klub is, az elnök is, a edző is, de Ottónak a szava is nagyon sok volt ebben, hogy ideigazoljak. Na világos, tehát akkor itt volt a győri tanácsa, igen, a győrinek, igen, és igen. Akkor ez tudott segíteni. Egy kicsit a feltételekről, hogy érzékeljük, nem voltak rosszak a feltételek az Eto Parkban se, láttad az MTK-t. Most milyen feltételek közé kerültél ennél a svájci élcsapatnál? Hát úgy gondolom, hogy a csapat Európa Liga főtáblás, és nagyon sokra hivatott. És ilyen szempontból nagyon ez elvárás, és teljesen más a ritmus, mint például otthon volt. Nehezebb felvenni az iramot. Nehezebbek az edzések, hosszabbak sokkal, de örülök, hogy például ide tudtam igazolni, mert ez egy rendkívül jó ugródeszka minden szempontból egy fiatal játékosnak. Egy ugródeszka, mert ugye a nagy álom majd Spanyolország lesz, amiatt akkor most nincs benne csalódás, hogy most, tehát hogy van ugródeszka és van lépcső, és nem egyből menti a Spanyolországba. Meg hogyha nézzük itt a különböző felvetett neveket, mondjuk a Palermohoz, hogy ne csak Spanyolországot mondjuk, vagy a Deporhoz álltál közelebb. Spanyol focihoz, inkább a Deportivo, de volt egy klub, egy másik klub, a Rayo Vallecanohoz közelebb álltam. Leginkább a Rayóhoz álltál. Na igen, mindegy, igen, de most, igen. Most van egy... Így van, pozitívan kell pozitívan. Is nézni. Végül is, ha kilométerben nézzük, jóval közelebb kerültél Madridhoz is. Ez csak édesanyám, meg édesapám, meg tesóm, ennek csak ők örülnek igazából. Igen? Ja, mert hogy nem kell annyit menni? Igen. Gyakran vannak nálad? Még nem tudtak jönni, mert lassan 3 hete vagyok itt, és csak az edzéssel vagyok elfoglalva, és ez még egy folyamat, amíg ők még kijönnek, és megnézik, hogy hol lakok, milyen a város, szóval ez még egy folyamat. Egyelőre még dolgozni kell, aztán később, mert biztos, hogy kijönnek majd. Na de nézzük, hogy milyen ez a munka, mert hogy mennyit tudsz labdához jutni ősszel az említett okok miatt, hogy a transfer zárása miatt még nincs lehetőséged játszani a csapatban. Most ez neked jó-e, vagy rossz gondolok arra, hogy felzárkóztatás például? Nekem kimaradt a nyári felkészülés. Igazából egymagamban mindig dolgoztam, de nekem kimaradt. És most a csapat erőlít edzője, vissza akarja ezt hozni, és dupla munkát végzek itt a Sioni csapatnál. Szóval ez egy előny nekem, úgy gondolom, hogy ez egy felzárkóztatás, hogy az nekem kimaradt 2-3 hónap, azt újra visszahozni fokozatosan, és már el is kezdtem, és ebben nagyon sokat segítenek.
Együtt készülsz egyébként a csapata, vagy teljesen külön végig és folyamatosan? Így van, együtt készül a csapata, meg külön is dolgoz a pluszba a többeken kívül. Ja, világos, tehát hogy van a csapata elvézett meló, meg van a még a plusz kétszer annyi, az a másik része meg külön. Igen, igen. Hát naponta 2-3 edzés biztos, hogy van. Igen? És ebből áll egész napom, szóval alvás, evés és edzés, ezekből áll. Hánykor kelsz, mikor van jelenés az edzőközpontban? Fél 8-kor kelek általában. Van délelőtt is edzés néha, de mostában amúgy Európa Liga meccs is volt, meg volt kupa meccs is, és szerda-szombatban játszanak a nagy csapatba, szóval valamikor vissza kell mennem a másik csapatba, és amikor a csapat játszik, szóval ingadozik igazából, hogy mikor van edzés. Na jó, lötyög és kávézás nem sok van benne napközben. Nincs, semmi. Hát egy kis nyelvtanulás is szokott azért lenni. Itt a hivatalos nyelv a francia. De, igen, azt mondom, hogy most franciául tanulsz? Először angolul, hogy az menjen teljesen, és utána Willivel beszéltük, hogy neki is azért nehezen ment a francia. Egy-másfél év volt, amit teljesen megtanulta, és mondta első, hogy tanulja meg az angolt teljesen, és utána feküdjek rá a franciára. Hát úgy egyszerűbb lesz. Hát majd a Willi lesz akkor a nyelvtanár a végén, nem? nincs amúgy spanyol tanár, német francia tanár itt amúgy, csak ő is úgy tanult, hogy angol és francia nyelven. Igen? Na, igen, hát igen. Ez is egy kihívás. Nézegeted a többieket, a konkurenciát? Én ha jól számoltam, akkor 6 csatár van a keretbe. Tehát azért úgy előre gondolom, azért figyelgeted a többieket is, nem? Ki mit tud, hozzájuk is azért hasonlítod magadat. Így van, már azért nézem a játékosokat is, és roppant fiatal együttesen ugye a csatár pozícióban a csapat. Szóval megmerik húzni a edzők, a elnök is például, hogy fiatal játékosokat igazolnak, és játszatják őket. Uh-huh. Hadd kérdezzem, szerinted mi a cél, most ugye 5. helyen áll a bajnokságban jelen pillanatban a csapat, ugye ott van az Európa Liga is, hova tud odaérni? Most vezetjük Európa Liga csoportot, jövő héten a Liverpool-al játszunk. És találkozom Bogdan Ádámmal. Én még nem játszatok sajnos, hát de... Hát nem, igen, nem úgy, igen. De azért elmegyek a mérkőzésre, szurkolok a csapatnak. Tényleg az elnök elvárása az, hogy a Európa Ligában ott legyünk, jövő szezonban is, és a bajnoki cím. Mert a játékos állomány alapján ott kell lenni ennek a csapatnak, mert nagyon játékosok alkotják. Tehát bajnoki címet kéne nyerni. No, és közben azért ugye, ami Magyarországhoz köthet, az válogatott, korosztályos válogatott, meg akár a felnőtt válogatott. Mi gondolsz, Svájcból van esélyed fiatalként előbb-utóbb, inkább előbb, mint utóbb a nagy válogatottba bekerülni? Nagyon sokat kell edzenem, nagyon sokat kell dolgoznom, hogy oda kerüljük a felnőtt váltottba. Eddig is mindig így építettem fel a karrieremet, nagyon sokat dolgoztam, sok mindenről el kellett mondanom. Most főképp ez lesz, mert azért a felnőtt váltottba nagyon nehéz bekerülni, és addig nagyon sokat kell edzeni. Lépésről lépésre nem akarom elkapkodni. Igazából én szeretnék minden marad bekönyen felt váltottba, az a célom, hogy egyszer magamra húzhassam a címre, és ezt a felnőtt váltottba, de addig még sokat kell dolgozni, szóval türelmes vagyok, az a lényeg, hogy türelmesnek kell lenni, és akkor minden el fog jönni abban az időben, amikor kell. Úgyhogy éppen ezért mondjuk még az Európa-bajnokság az korai lenne, mint cél? Nem biztos. Most igazából tényleg fel kell felépítenek itt engem Sionba. Valószínűleg jövő héten be is hívnak a 21-es váltottba. És ott is tudok játszani, meg tudom mutatni, hogy most milyen állapotban vagyok, és majd gondolom a edzők eldöntik, meg a vezetők, de szerintem még ez még korai ez a váltott. Nagyon sokat kell dolgozni ahhoz, hogy oda kerüljek. Reálisan nézem, most sajnos kiesek a játékból, de ennek van jó oldala is, legalább újra felépítem magam, és nagyon jó ritmusra fogom szerintem kezdeni a jövő évet. Igen, hát majd ugye a tavaszi szezon. Bence, hát sok sikert, és akkor jó munkát neked. Köszönöm szépen, hogy velünk voltál. Szia! Nagyon szépen, köszönöm!